Sziasztok! A mai videó egy izgalmas objektív összehasonlításról fog szólni. Előzmények. Az elmúlt hetekben egy második Sony Alpha 7-es vázat is vettünk, melyet kitként árultak, de akcióban, gyakorlatilag váz áron, szóval nem volt kérdés, hogy ezt választjuk. Ez az obi nem más, mint a Sony 28-70-es zoom obi. A profi munkákhoz ugyan nem használjuk, de kíváncsi voltam, hogy a nemrég hadrendbe állított Tamron 28-200-as szuperzoommal mennyire van pariban 28 és 70-es állás között. A dolog már csak azért is aktuális, mármint az összehasonlítás, mert az Alpha 7 3-as verziójának az ára nagyon sokáig megragadt olyan 650 körül, de most a Black Friday és Joy napokban is láttam olyan akciót, amennél a 60.000-es Sony visszatérítést is kihasználva, a bruttó ár már a lélektani félmilliós határhoz közelített. Ennyit ez a gépfáz pedig vastagon megér. Ha pedig valaki ezzel a kitobival kapja, akkor csak el kell dönteni, hogy megér-e bármennyi plusz kiadást az általában néhány 10.000 forinttal többe kerülő kitet választani, vagy a sima váz önmagában. Nos, ez a videó biztosan segít majd a döntésben. Plusz info, hogy ennek a harmadik és hamarosan negyedik generációs váznak az előző római 2-es verziója is ezzel a kitobival kapható. A link másik oldalán a Tamron univerzális zoomja áll, és két hónap professzionális fotós megbízás és sok száz brilliáns fénykép elkészülte után már határozottan állíthatom, hogy igen kiváló lencséről van szó. Egy 28-tól 75 millis fix 2.8-as Tamronnal, vagy 24-től 70-es fix 2.8-as Sonyval vagy Sigmával, de még a Tamron 70-től 180 millis fix 2.8-asával sem hasonlítható össze, de az univerzalitás, általános optikai teljesítmény és nagy kezdő és a zoom tekerésével hosszan megmaradó jó fényerő miatt két zoomot helyettesít egyszerre, némi fényerő és minőségi kompromisszummal, viszont rettenetes nagy árelőnnyel. Mivel a két optika zoom átfogása különbözik, természetesen csak a kezdő 28 és 70 mm közti sávot fogjuk vizsgálni. Nézzük a két objektív száraz adatait dióhéjban. Tömeg, méret, legnagyobb fényerő, rekeszlamellák száma, közelpont, nagyítás, beépített vibráció csökkentés, filterméret, időjárás állóság, autofókusz kapcsoló, illetve a bolti ár. Ejtsünk néhány szót a tesztfotókról. Állványt használtam és ISO 100 alapbeállítást. A gyújtótávolságok sorrendben 28, 50 és 70. A blende beállítások f3,5 és 5,6, és a Tamron esetén 28 mm-nél egy ízben 2,8. A nyers RAW fotók a videó leírásában található Google Drive linkről letölthetők. A Photoshopban kikapcsoltam az automatikus profilkorrekciót, ami többek között a lencse torzításokat és a vinyettálást hivatott kijavítani. Akkor lássuk a fotókat. Az első felvétel sorozat a Sony Kitobi készült. 28 mm-es álláson a teljes fénykép 3,5-ös fényerő mellett és a nagyítás. Utána ugyanez a látószög f5,6-nál és lássuk megint a nagyítást. A második szekció 50 mm-es fókusztárnál játszódik. Mivel a Kitobi 50 mm már a leglassabb, azaz f5,6-os iriszsel dolgozik, ezért értelemszerűen ezt használta. És itt is láthatóan nagyított képkivágás. A következő kör 70 mm-nél, azaz a lencse végállásánál játszódik f5,6-os fényerőnél, és utána a 100%-os nagyítás. Akkor most lássuk a Tamront. Bár az összehasonlítás azonos blendéken érvényes, az érdekesség kedvéért lássuk a 28 mm-es állással rendelkezésre álló legtágabb, azaz 2.8-as rekesszel készült Expo-t. f3,5-ön a teljes kép, majd a nagyítás. És végül f5,6-on ugyanez a fotográfia, majd hasonlóan a teljes nagyítás. A következő sorozat a Kitobi az hasonlóan 50 mm-es álláson született. A fotó f5,6-os apertúra használatával, majd a kép közepe kinagyítva. Végül a Tamron 70 mm-re tekerve ugyanazon az f5,6-os álláson, itt pedig ugyanez belenagyítva. A fotópárokat Photoshopban egymás mellé helyezve és vizsgálva, a képek közepét és a széleket egy dolog nálam azonnal szembetűnt, hogy a Sonynál kevesebb a kromatikus aberráció és talán színhűbb, a centrális élesség pedig a Tamron mellett szól. Pláne ha a fotó azon részeire szentelünk egy kis figyelmet, ahol a fehér régbolt és foágok láthatók, illetve a középső fatörzs, ahová a fókuszt helyeztem. A
Számomra ebből az amúgy tényleg csak nagyon minimális tesztből az derült ki, hogyha kitért alig kérnek többet, mint maga a vázára, akkor kihagyhatatlan ajánlat. Még akkor is, ha csak tartaléküvegnek veszitek, de pláne megéri, ha egyelőre a vázra volt pénz, és szükség van egy univerzálisan használható óbira, amit esetleg később leszeretnénk cserélni. Arra pedig még egyszer felhívnám a figyelmet, hogy a 28-70-es óbi legkevesebb 150 ezerért kapható meg újonnan. A teszt nem sokára folytatódni fog, addig is jó nézelődést ezekhez a pixelekhez, ha pedig hasznos hozzászólással jönnétek, annak nagyon örülünk, kérlek ne tartsátok magatokban. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot, találkozunk hamarosan a következő videóban, szevasztok!